Hát szép, jó reggelt, jó estét, jó délutánt, igazából ez attól függ, hogy ki mikor tekinti meg a videót. Hát itt Timiszkó srácok, és most egy különleges kis videóval fogok hétfőn hajnalban reagálni. Nemrég múlt el, mint látható, fél kettő, és, vagy fél hat, bocsánat, fél hat, fél kettő. Azért annyira korán még nem vagyunk, vagy hát annyi már elmúlott. Ne haragudjatok, hajnalban ilyenkor se tudom, hogy mit beszélek. Nagyon, de nagyon korán keltem, hogy a legelső pillanatokban megtudjam, hogy a Walking Dead 7. évad első részében Negan kit nyírt ki a nagy csapatból igazából. Ugye Amerikában már debütált a 7. évad első része. Azt hiszem hajnali 3-kor vetítették, tehát nem olyan régen, bő egy órával ezelőtt, hát inkább másfél órával ezelőtt ért véget a nyitó epizód. És hát igazából most le fogjuk reagálni azt, hogy mi történt a videóban, vagyis hát a részben. Egy nagyon amatőr felvételt sikerült levadásznom a neten, szerencsére így volt fönn a címe, hogy TVD 7, vagy hát 7. évad első rész, ugye, így azt sem tudjuk, hogy ki halt meg a címből. Hát nagyon-nagyon kíváncsian várom, srácok. Igazából megmondom őszintén, van tippem, szóval nem biztos, hogy ennyire meg fogok lepődni. Reméljük, hogy nem azt töli meg, akire nagyon számítok, és akkor nézzük is, ne húzzuk tovább az időt. Walking Dead, 7. évad, első rész. Vajon kit nyírt ki Negan? És igazából itt van, kis amatőr filmes jelenet. Maxra fölpörgettem a hangerőt, mindjárt megnézem, hogy ez videóban, hát ez remélem nem lesz olyan nagyon hangos videóban, várjatok, ez vidiben 100%, hogy hangosabb lesz. Nézzünk egy pillanatra valamit itt a bandicamnél, jó a hangom, az tökéletes, oké, elnézést kérek srácok. Nagyjából olyan 40-re vesszük a hangkonvertálót, és akkor igazából nézzük is. Itt van, a nagy kemény Negan, hogy a ménykű ütne bele ebbe az öregbe. Nagyon utálom. Ne haragudjatok, hogy nem a legjobb minőség, hát egyelőre csak ilyen találtam. Tényleg alig több, mint egy órája ért véget. Hát nagyon szép a háttér, barátom. Neked üzenem, aki videóztad ezt az epizódot. Így ért véget ugye a 6. évad. Negan nagyon keményen számolgatja az embereket. Rick, vérágos a szeme. Nézzük, most látom először, még egyszer mondom, srácok. Most számol ugye, hogy ecpec kimehetsz, mert nem tudod dönteni, hogy kit nyírjon ki. De vajon ki lesz Negan áldozata? Nagyon-nagyon sok ilyen kis videót lehetett látni igazából. Ilyen tippeket mindenki leírta, megmondta, hogy szerinte kit nyír ki. Megmondom őszintén, egyéni véleményem szerint, aki halálán egyáltalán nem lepődnék meg, az Abraham. Ő az egyik, akire tippelek. A másik, nem tudok egyszerűen tippet tenni, jaj ne, csak Glent meg, szerintem megítöli meg. Van egy ilyen megérzés, ami megítöli meg. Abraham, Daryl, jaj, csak Darylt ne srácok, Daryl a személyes kedvencem, és ki lesz az? Na, mondd már el a magadét, Negan, jaj, ez Abraham lesz srácok. Abraham. Rendésem, nagyon lehet hallani. Ne pofazzam a kedves ember! Ajjaj! Ez bizony Abraham lesz! Yeah, a lot of people were speculating this guy would die first. Halkos már el, jó ember! Na nézzük! Abraham az egyik! Bizony, Abraham az egyik, akit kinyírt! Igen, ugye Abraham egy nagy kigyúrt állat, ő nyilván egy ütésben nem döglik bele, ezért kap még egyet. És még egyet. Szegény Rick, gondolom ez Rick, azért lett véres a pofája, igen. Mert ugye tőle jobb oldalon lévő embert ölt meg, és hát... Van eszek. Jó, kussolj be, jó ember. Hát rest in peace. Jó, leveszem a hangot, ne arra, hogy meg srácok, igazából itt a képanyaga fontos. Hát rest in peace, Abraham. Ennyit tudok mondani. Baszki, és még hogy meggyalázza. Szegény ember. Nem volt bajom nekem soha Abraham, mert kicsit szomorú is vagyok, mert mondom őszintén. Nem volt nagy kedvencem azért, Daryl. Ha Daryl tölte volna, mert akkor lehet, hogy sírom magamat. Uha. Megint nem bírja. Azt aztán rendesen megkapja Abraham. Ütik, verik.
Miért kis hangot teszünk rá? Ah. Oh, yeah, that was the blood splatter. De ne beszéljél már jó ember közbe. Elnézést, srácok, hogy ilyen minőségben van meg, csak ő... Hát bizony, ez egy amatőr felvétel, és még csak ilyenben található meg hajnalban. Ennél már csak szarabb verzióban van meg. Na nézzük. Fúj. Ha jól veszem le, akkor ezt a vért le akarja nyalatni az emberekkel. Hát Abrahamet rendesen szarrá vertem, itt nem mondjak. Fordítani annyira nem tudok, mert én sem értem nagyon a... Nem, nem, így le tudnám nagyjából fordítani nektek, csak hát azt a mindenségit, hát nehéz lenne, mert ugye nem tisztán értem meg önt. Meg közben ez a videós gyerek is itt dumál hangosan. Á, szegény Abraham! Azt a kurva, kár azért a fejér, egy árkaló még szívesen feldobálná. Az igen, azaz Daryl! Ez az Daryl! Adjál a szájának! Azaz! Azaz! Well, then again, his brother. Üssed Daryl! Well, he wasn't from the comics. Jajajajajaj, csak ne Daryl legyen! His brother did die. Ne bántsad Darylt! Ne bántsad Darylt! Ne bántsad Darylt! Azt a kurva srácok, Daryl egy kemény igazi ember, látjátok? Ő neki mert menni a szarjankónak. Nehogy hozzá merjél érni Darylhez, öreg, mert véged lesz. Ne. Jajajajaj! Ne! Na? Á, nem merem nézni, júj! Ez Daryl, de megölik Darylt, meg fogja ölni Darylt. Ne. Ne bántsd. Ne bántsd. Ne bántsd. Visszaviszik. Oh! Köszönöm! Ez az. Lehet, hogy nagyon nagy oltári baromságot mondok, de valahogy úgy veszem le, hogy most Daryl arról pampog. Az ilyen seggfej, ezért a seggfej miatt valakit még ki fog nyírni. Valami ilyesmit hajtogat most. És hát igen, kettő halottunk lesz akkor, srácok, akkor jól tippeltek sokan. Még valakit kinyír az öreg. Jaj, csak ne bántsátok Darylt, szerintem most már nem bántják Darylt, hogy így visszavitték, de nem pofázok annyit, inkább vegyük föl, most már a kamerás srác nem beszél. Azt a kurva életbe! Glenn's dead. A rohadt életbe! Nem mondod! Again, it was... Lássuk, baszki! Nem mondod komolyan... Ez megölte Glennt is, srácok! Nem mondod komolyan! Glenn's dead. Glenn. Glenn, bozd meg! Again, now they're doing the comics. Nem mondod... Ah, oh, Glenn! What the fuck? Right from the comics. Ne. Really? Yep. Kusolja. Ne. Ne. Mit nézel, te szarjankó? Plus the actor read the issue and he was like, oh. Basszus. Szegény Glenn gyerekek, hát első évad első része óta szerepel Glenn. Mindenkinek az egyik kedvence is. Mit mond Glenn? Basszus, ölte volna meg Megit. Hát komolyan mondom. Nem viselt volna így meg. Kár, hogy most facecam nincs, mert egyébként nagyon lehetne látni, hogy kurva szomorú vagyok. Na, még egyet nem ölsz meg, te rohadék. Fejezd be. Basszus, hát ugye, jaj. Valószínűleg azért bántotta egyébként Glennt, mert ugye... Áááá! Rohadt anyádat, szegény Glenn!
Valószínűleg azért kapott ugye Glenn, mert Daryl neki rontott. És hát ezt nem nézhette el. Szegény. Mondom, mindjárt szétütöm így a monitoromat. Basszus. Néztek. Ne röhögjé, kamerás gyerek. I don't know, I think the baby's unborn. Hát, rest in peace, Glenn. Basszus. Basszus. Oh, I think... Basszus. Fejezd... I think it might have died. Oh. Fejezd már be, légy szíves. Ne gönn, basszus. Vampire bat. Basszus. Basszus. Hát... Nem találok szavakat. And this is where we started. Fú, rohadná meg negen. Rick miért fetreng amúgy? Elájult? Kétlem. Nem tudom, hogy van Glenn-e. Mi a szar van? Vagy nem Glenn-e, bocsánat, Rick-kel, Rick. Elnézést, én mondtam félre, mi a szar? Oh, az mi azok a járkálók? Na mindegy, ez már egy másik sztori. Hát megtudtuk. Abraham és Glenn a két halott. Lesokkoltam, srácok, és így nem lesz ma nagyon videó. Szerencsére már vettem fel vasárnap este videót. Ma biztos nem lesz erőm videózni, hát ez engem lesokkolt. Tehát nekem Glenn egyik személyes kedvencem volt. Jó, most Abraham meghalt, azt mondom, hogy nem annyira számít, mert Abraham azért annyira nem volt fontos szereplő. Számomra legalábbis sem volt annyira szimpatikus sem. Hát... Ez megütött rendesen engem is. Akkor nyugodj békében Glenn, nyugodj békében Abraham. És hát akkor srácok, hogyha titeket érdekel a folytatás, akkor nyilván megkeresitek most már, mi ezt a videót fölteszem, addigra délután lesz. Igazából olyan 3-4 óra felett teszem én fel. Délutánra már tudja, hogy meg lesz található az egész rész természetesen angolul. Lehet, hogy már magyar felirattal is. Akik érdekel, az nézze meg. Nyilván este én megnézem magyar szinkronnal. A Foxon. És hát igen. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem elnyerted a videó tetszéseteket. Elnézést, hogy ezt nem facecammel csináltam meg, csak hát nem a legjobb minőségű kamerát tudtam volna ide elhozni nektek, az pedig csak rontott volna. Nem érte volna meg, szóval ennyit erről. Hát... Nem már? Miért halt meg Glenn? A rohadt életbe. Sziasztok.